semmit, de viszont már adásban vagyunk. Ja, hát akkor fogjam, fogod? Igen, majd mindjárt. Előbb egy kicsit körbenézünk, körbe tekintünk itt az újpesti piaci forgatagon, ahol látjátok, minden párt itt gyűjti az ajánlásokat itt a környezetünkben. Itt vannak a fideszesek is például, ők is gyűjtik, de ennél sokkal fontosabb, hogy mi itt vagyunk. Erzsi, sziasztok! Örülök neki, hogy itt vagytok. Egymás után gyűlnek az ívek szerencsére. Ma reggel már több ilyen lehetőségem, vagy több ilyen papíron vagyunk túl. Sőt, ezt én meg tudom csinálni egyedül is. Hogy most már így vagyunk. Most már így látunk benneteket. Sziasztok! Péter, integes onnit hátulról, légy szíves, mert te éppen munkában vagy. Igen, látszol. Szép nagy ember vagy, úgyhogy... Na jó. Elhiszem az előbbit, nem? Szervusztok, jó reggelt kívánok mindenkinek. Bár itt mi már, ahogy mondtam, napközben, munkaközben vagyunk. Újra itt az újpesti piacon gyűjtjük az ajánlásokat az európai parlamenti listánkra. Ahogy korábban mondtam már nektek, én Dunaharasztiban kezdtem, de most már itt az újpesti piacon csináljuk ezt. Bízom abban, hogy tulajdonképpen ezen a hétvégén a munka dantárját elvégezzük. Természetesen jövő héten még kopogtatunk, és a húsvétig tartó időszakban még igyekszünk minél több ajánlást begyűjteni, de mai napon az összegyűjtötteket elvisszük a holnapi kongresszusunkra. Bizonyára tudjátok már, azt remélem, hogy hallottatok róla, holnap a kongresszusi központban, a Bakcsomópont mellett 11 órától várunk minden demokratikus koalíció barátot, aki úgy gondolja, hogy ezt ünnepként szeretné megélni, hogy igen, lehetőségünk van arra, hogy az Európai Parlamenti listára gyűjtött ajánlásokat is összegezve, de regisztráljuk magunkat, kvalifikáljuk magunkat a választásokra. Május 26-án természetesen bízom benne, hogy sokan fogják a demokratikus koalíciót választani, és hogy miért? Annak sok oka van, de hogyha igazán kíváncsiak vagytok rá, akkor gyertek el, és nézzetek meg bennünket. Vagy gyertek ide a pulthoz, beszélgessünk arról, hogy miért kell Európában, Magyarországon minimál nyugdíj, miért kell családi pótlék, európai családi pótlék, miért kell a minimál, európai minimálbérről beszélni, és még folytathatnám. De ha kíváncsi vagy arra, hogy miért kell és miért legyen Európai Egyesült Államok, akkor gyere, beszéljük meg közösen. Nem fényképezem. Köszönöm szépen, semmi gond. Köszönjük szépen az érdeklődéseteket, úgyhogy gyertek, legyetek szívesek. Erzsi, hogy álltok, hogy haladtok? Hát most már a 10. év pillanatokon belül betelni, hát negyedik kis pulcot is kellett nyitni kézbe. Hajde. Olyan nagy volt reggel a tömeg, és sorba álltak végig. Hála a jó Istennek, köszönjük szépen, bízunk továbbra is ebben. Gyertek, itt leszünk még sokáig. Sziasztok! Sziasztok!